Négy magyar versenyző, köztük Szűcs Roland vett részt augusztus második hétvégéjén egy franciaországi kickbox gálán, amelyen csapatunk sportolója K1 kategóriában az est főmérkőzését vívhatta. A magyar delegációnak egyébként ezúttal nem volt több ladányi tagja, hiszen a csapatot egy miskolci edző, Rebrei József vezette. Rebrei Józsefet kérték fel Franciaországból, ugye adtak neki négy súlycsoportra ugye kihívást, és ugye ilyenkor az a bevett szokás, hogy ilyenkor amiben neki nincsen embere, súlyba akkor körbe szoktak szólni azokat az egyesületeknek, vagy azoknak a versenyzőknek, akiket ismernek, és tudják, hogy színvonalas mérkőzést tudnak vívni. És így érkeztek el a Szűcs Roland nevére, ugye az ő súlyában nem volt ember, ráadásul pedig főmérkőzés is volt egyébként. Hát mivel tudtam, hogy kezdődik ez a meccs, így folyamatosan készültem egész nyáron, nem álltam le az edzésekkel. Az ellenfelemet azt nem ismertem, egy súlyba voltunk, és nagyon jó ellenfél volt. Rebrei József azt mondta, hogy engedjem közel magamhoz, mivel magasabb az ellenfelem, és így ezáltal sikerült egy jobb poroggal a földre terítenem. Amikor a padlón volt, és láttam, hogy számoltak rá, arra gondoltam, hogy ezt most ki kell ütnöm véglegesen. Amikor a bíró elindította a meccset, akkor azonnal rárohantam, és addig ütöttem, amíg be nem dobták a törölközőt. Az ellenfeléről annyit tudunk, hogy címmel rendelkező ellenfél volt. Ugye a meccsét én nem voltam kint, a meccsét ugye utólag tudtam megnézni. Első kézből értesültem róla, hogy mi lett a meccs végeredménye, de a videót csak később tudtam megnézni. Én azt láttam, hogy Roland elég nagy vehemenciával kezdett, neki nagyon jó a keze, tehát annyit kell tudni róla, hogy ő külön eljár, aki jó edzőhöz is rajtunk kívül, tehát nagyon fel van készítve a keze, és ugye azt láttuk, hogy az ellenfélnek még nem igazán volt bemelegedve a feje. Tehát egy hideg fejre kapott egy körealajlásból egy nagyon szép jobb horgot, vagy jobb csapottat, amitől egyből padlóra került. Ettől ugye ez még a menet első percében megvolt. Ettől ugye ilyenkor azt szoktuk mondani a versenyzőnek, hogyha feláll belőle, és engedik tovább a mérkőzést, akkor bizony le kell rohanni, le kell hentelni. A Roland ezt tette, tehát rárohant az emberre, elkezdte ütni, venni, aminek az lett az eredmény, hogy az ellenfélnek az edző egyből bedobta a törölközőt. Meccsem egy percig sem tartott, de nagyon jól éreztem magamat. Örültem, hogy nyertem. Nagyon-nagyon örültünk neki, meg szorítottunk is neki, ugye itt mindenki. Ugye van egy oldalunk, egyébként egy internetes oldalunk, ott ugye jöttek ugye a gratulációk, minden, ott felraktuk a videót, meg egyebeket. Szerintem lehet, hogy még máshogy is fent van a videó, de nagyon-nagyon sokan gratuláltak neki, mi természetesen nagyon örültünk, mert azért mégiscsak tehát attól, hogy még egy másik edző vitte ki, ugye K1 kategóriában mégiscsak itt edz, tehát mégiscsak a mi emberünk, illetve a mi sportkönyvünkkel ment ki, tehát a Bátor Ese, Püspök Lanányi szakosztának a könyvével is ment ki, tehát attól még, hogy egy másik egyesület vitte ki, attól ő még idehozta az eredményt nekünk. Szűcs Roland nemzetközi sikere minden bizonnyal hatással lesz a Girdán csapat tagjaira a most hétvégén Hajdúszoboszlón sorra kerülő 60 ellenfeles viadalon, amelyen mindenkinek szüksége lesz nem csak a tudására, hanem az akarat erejére is. A következő megmérettetésünk augusztus 26-án, ugye délután 2 órától Hajdúszoboszlón lesz, ez egy 60 ellenfeles küzdelem, tehát ami azt jelenti, hogy a részvevők 120 perc tiszta bunyót fognak végigcsinálni, 5 darab 2 perces pihenővel. Ezen a rendezvényen a Bátori Gym Püspökleni szakosztályából 15 ember fog mérkőzni.